Alfa Hold bázis egy nukleáris robbanás következtében letért a pályájáról, és kilökődött az űrbe. Martin Landau, Mihály Győző. Barbara Bain, Borbás Gabi. Alfa Hold bázis. Catherine Shell, Götz Anna. Ez butaság. A partira csak holnap este kerül sor. De ez vicces. Mit gondolsz? Ó, ragyogó. De azért... Mi baj? A frizura. A bloknik helyett egyszer hordtál olyan feltűzöttet, és véletlenül tudom, hogy Tony úgy szerette. Tony? Kit érdekel, mit gondol Tony? A riasztórendszer, uram! Keressük a hibákat. F-szekció elromlott. A fő elektronika elromlott. Leáll. Negatív. Tartalék energiára. Negatív. Még egyszer. Nincs energia. A G sem működik. A létfenntartóink? Leálltak. Egy percnyi emberség. Kutya bajuk se lesz. Nem tudom. Én sem ismerem. Ki maga? Honnan jött? A nevem Zamara. A Vega bolygóról. A kis bolygójuk a befolyási övezetünkbe érkezett. Maga? John König, a bázis vezetője. Csak véletlenül kerültünk az önök vonzási körzetébe. Nem akartunk rosszat. Elfogadom a magyarázatát. Köszönöm. A létfenntartó rendszerünk most sem működik. Lépéseket kell tennünk, ha nem hajlandó fel... A rendszerüket a hatalma alatt tartja egy elektromos erőtér. Úgy is programozható, hogy az idegrendszerükre legyen hatással. Így megbénítanak? Igen. Amint tapasztalhatták.
Az idegrendszerünkben igen kényes egyensúly áll. Biztosíthatom, nem lesznek utóhatásai. Jelenleg pedig engedélyt adok a minimális létfenntartásra. Elengedhetetlen, hogy ketten eljöjjenek velem a Vegára. Miért? Mert ezt várjuk maguktól. Már mondtam, hogy nem akarunk ártani. Akkor engedjenek el. Parancsnok, éppen annyi energiát kaptak, amennyi elegendő 48 órára. Már is értékes perceket veszteget. Mégis mit várna tőlünk, hogy várjuk meg, amíg megfojtanak? Csak biztosra akarjuk venni, hogy nem zavarják a tervünket. Ne húzzon újat velünk, és mi sem okozunk problémát. Mi a garancia a jó hiszeműségére? És mi a garancia rá, hogy csak jót akarnak? Bárki, aki velem tart, a megadott időn belül visszatér. A Vega népe a szavát adja erre. Nincs is más választásuk. Jól van. Megyek. Mivel két embert akart? A parancsnok maradjon a beosztottjaival. És maga nem felel meg. Magát akarom. És maga. Egy pillanat. Senki sem megy. Pozitronikus transferrel utaznak a Vegára. Csak annyit kell tenniük, hogy erre vágynak. Hogyha sokra becsülik az itteni barátaik életét, megteszik. Nem adja át magát? Erre koncentráljon. Akarja. Vágyjon rá. Állandó kommunikációt tartok fenn velük. Megígérte. A kommunikáció rendben. Igen. Ételt a vendégeknek. A nevem Zár. Az ön itt tartózkodása számomra öröm. A hőmérséklet odakint szinte mindig 0 fok alatti, és az atmoszféra nem elég dús a lélegzéshez. A városon belül mindent megtalál, amire vágyik.
Itt az Alpha Hold bázis, vétel. Az Alpha Hold bázis hívja Dr. Russellt. Még mindig nincs válasz. Csak próbálja. Hazugság volt. Itt az Alpha Hold nem hagynak bázis. Kommunikálni. Ha ebben hazudtak, hazudhattak. A többiben is. Dr. Russell, jelentkezzen. Oda. Áram nélkül nem lehet. Alpha Hold bázis, Dr. Russell, jelentkezzen. Biztosan ki lehet kapcsolni. Egy sima mechanikus kütyű, ami megzavarja az elektronikát. Kicsi az esély. Dr. Russell, itt az Alpha Hold bázis. Azért szervezek egy kutatócsoportot. Dr. Russell, jelentkezzen. Itt az Alpha Hold bázis, vétel. Az Alpha Hold bázis hívja Dr. Russellt. Némi frissítő. Bármi történik, ne reagáljon úgy, ahogy elvárják. Köszönöm. Egy számnak nem hálálkodunk. Androidok? Automaták. Ha agressziót sugároz, meg fogják ölni. Ízlik az étel? Ez nagyon szokatlan. Ez hazugság. Megakad a torkán maga csaló némber. Megkóstolja? Az étel ízletes, Tony. Maga teleszájjal is képes hazudni. Ön vendég. Egyen. Vendég? Igen, azt tesz, amit akar. Megeszi a képen, bevágja, ahogy tetszik. Maga férfinak tűnik. Tegyen is úgy. Maga aljas, gerinctelen, gyáva. Tony! Nálunk nem szokás meleg ételt enni. Üdse le. Jól van. Ez a szekció tiszta. Nézzük a 17-esben. Válságos a helyzet. Fogytán a hő és az oxigén. Mennyi idő még? 42 óra. Legfeljebb. Nem lehetne átmenetileg fűteni? Minden égetés fogyasztja az oxigént. És mi van a kémiai hőreakciókkal? Mindjárt megnézem. Helyes. Allen? Itt semmi. Az összes szekciót átnéztük. A sasok akkujai. Keressen néhányat, és hozza fel. Már is. Gondolja, hogy eljut addig? Talán sikerül. Mindent meg kell próbálni. A mágneses erő jól jöhet. Próbálja meg. Ez a szállásuk. Lakályos, igazán nagyon kényelmes helyünk lesz. Itt maradnak, hogy fontolóra vehessék a gorombaságukat. És ne feledjék,
Az idő nem maguknak dolgozik. Mire várunk? Hogy megtegyék, amit meg kell. És mi az? Nem számít. Megcsinálják. Tony Verdecsi hívja a bázist. Jelentkezz! Hívlak, Alfa! Oh, hiába, Tony, nem tudunk kommunikálni. Nem. Csak óvatosan. Provokálnak. Helena, mit akar ezzel? Mi ez az egész? Az egyik szám, ezt a... Ha elkezdünk a robotok szavára adni... Én hiszek neki. Azt mondta, agresszió esetén meggyilkolnak. Ők? Miért? Nem tudom, mit sem értek. Ha választ akarunk, ki kell jutnunk innen. Megkeressük azt a számot. Jó. Hé, egy pillanat. Miért hagyták meg a fegyvert? Hogy lőjünk vele. Talán nem ismerték fel. Annál sokkal intelligensebbek. Na jó, lássuk. Jöjjön! Barátként jöttünk. Nincs mitől tartaniuk. Aki figyelmeztetett, aki beszélt, ő hol van? Kérem, segítsenek. Talán mi is segíthetnénk. Maguk nem is androidok. Nem. Ők az androidok. Mi pedig emberek vagyunk. Annak idején mi építettük az első robotot. Komoly kompjúterhez kötve. A kompjúter sokkal fejlettebb robotokat csinált, akik cserébe sokkal fejlettebb kompjútert alkottak. Öngerjesztő rendszer. Az. A ciklus addig tartott, míg a robotok tökéletes emberi formát nem öltöttek. Mechanikailag tökéletesítették magukat. Úgy van. Na és az érzelmek? Az emberi ellenvonásokat tőlünk tanulták, nem hiányzik semmi, csak a szeretet és a gyűlölet. Miért járnak állarcban? Így soha nem kapnak rajta minket erős érzelmeken. Miért zavarná őket? Mert nem tudják elviselni az erőszakot. Sose tapasztalták vagy látták. Meg akarnak ölni, de nem tudnak. Nincs a birtokukban olyan érzelem, mint a harag vagy az agresszió. Ezért kellett idehozni magukat, hogy megtanítsák őket gyilkolni.
Miért akarnak ölni? Mert rettegnek tőlünk. Miért? Félnek az ember találékonyságától. Amíg élünk, mindig van rá esély, hogy elérhessük a központi gépet, ami megbénítja őket. Hol van ez a központi gép? A hatos folyosó távoli végén, de elektromos akadállyal védik. Köszönjük. Köszönjük. Ne feledjék, a vegaiak bármit megtesznek, hogy dühöt gerjesszenek. Ha elérik, mindenkit megölnek. Vizsgáljuk meg az erőteret. Csak az időt vesztegetik. A bázisuk minden energiája sem tudna ártani neki. És a primitív játékszerük sem jelent semmilyen fenyegetést. Nem lett volna szabad kijönni. Aggódunk a barátainkért. Szeretnénk visszamenni hozzájuk. Kérem, engedjék el őket. Ha annyira aggódnak a barátaikért, miért nem mennek vissza? Úgy érti, elengednének? Hogy visszamenjenek, ahhoz elég, ha azt kívánják. Jól van? Hol vannak a többiek? Nem tudom. Parancsnok! Ütegek! Petrov, miért nem vagy a helyeden? Gyengélkedő! Matthias! Nincs itt egy lélek se. Az nem lehet. De magunkra maradtunk. Helena, a térkép. A villogás jelzi a mostani helyzetünket. És íme, ez volt az alfa helyzete, amikor elértük a Vegát. 2 fényévnyire vagyunk onnan. És minden másodperccel távolodunk. 2 fényévnyire? Sose jutunk vissza. Hoztam egy csésze kávét. Igen, köszönöm. Tony, gondolkodtam. Az egyetlen hely, ahol John meg a többiek lehetnek, az a Vega. Tudom, én is épp erre lyukadtam ki. Biztosan mindenkit átvittek oda. Ha még látni akarjuk őket, nekünk is vissza kell térnünk. Hogyan? Ugyanúgy, ahogy először mentünk el. Kívánni kell. Jaj, Helena. Tony, próbálja meg. Kérem.
Semmi. Nélkülük nem fog menni. John megleli a módját, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Igen. Bizonyára. Igya meg, ettől megnyugszik. Alfa Hold bázis helyzetjelentés. Dr. Helena Russell feljegyzése. 515. napja hagytuk el a Föld pályáját. Még nem tudjuk, mi történt John Koeniggel, Alan Carterrel, Mayával, mindenkivel. Tony Verdecsi meg én ketten maradtunk az Alfán, a magány már kezdi kifejteni szörnyű hatását. Ha bevettem volna a Dexotrolt, amit Tony tett a kávémba, kábulatba zuhantam volna. Arra következtetek, hogy valamilyen változáson ment keresztül, mikor áthaladtunk az időkapun. Úgy tekintek rá, mint aki bizonytalan, és meg lehet, hogy veszélyes. Nem állhat ellen a nyomásnak. Most már nem tarthat soká. Igen. De ez kegyetlenség. Kezdesz emberi módon beszélni, vigyázz, Zárl. Rossz vége lehet. Helena! Helena! Tony! Ne haragudjon. Nem tudtam, hogy alszik, csak megnéztem, hogy jól van-e. Semmi baj. Hogy van? Kissé összekavarodtam. Akkor bocs, hogy zavartam. Válaszoljon! Helena! Helena! Helena, elfogy a levegünk! Merre van? Ne esd pánikba, Helena! Nem futhatok. Túl sok oxigén fogyna. Nyugi! Thank you.
Ezek ismerős érzelmek. Igen. És hamarosan megtanítanak ölni is. Tony, le a fegyvert! Kérem! Nyugalom, Helena. Ne jöjjön közelebb. Segíteni szeretnék. Igen, egyértelmű. Ezért tett Dexotrolt a kávémba. Dexotrolt? Egy pillanat. Azt hiszi, én csempésztem bele. Ezért állította le a létfenntartó rendszert. Nem, Tony. Figyeljen rám. Csak halucinál. Nem állítottam le a létfenntartó rendszert. Magamat is megölném vele. Miért tennék ilyet? Nem tudom miért. Talán, mert magányos. Gyanakszik. Fél. Nem. Helena, csak mi ketten vagyunk az alfán. Maga csinálta. Ha valóban csak mi ketten vagyunk az alfán. Ha? Akkor maga tette a Dexotrolt a kávémba. Na és most ki halucinál? Nem csak mi ketten vagyunk itt. Azt hiszik, meg fogjuk gyűlölni egymást. Azt hiszik, hogy meg fogjuk gyűlölni egymást, hogy megöljük egymást. Ez mit szól? Bubu, véget? Fogalmuk sincs, mennyire szeretjük az ilyen játékokat. A munkának véges, kacok, bújjatok elő! Gyerünk, zár, zamara! Aki bújt, aki nem jövök! Szóval azt hiszik, hogy ez csak játék? Ó, lehet, hogy nem az. Ezt maguk alkották. Az alfa tökéletes mását a legapróbb részletekig. És vesztettek. Ezúttal. -5 fok van. Már nem bírjuk sokáig. Nem tudná melegíteni. Mindent kicsikartunk a kémiai reakcióból. Nem jutok el a felszálló helyre. Nincs áram az alagútban. Nyilván a sas sem tudna felszállni. Sehogy sem juthatunk több energiához. Az erőtér blokkolja az ionátvivőt. Az elektromos áram nem tud áramolni. Le kell jutnunk a Vegára. Az érzékelők nélkül meg se találnánk. Parancsnok, riasztást kaptunk. Idegen életforma a pihenőben. Zamara. Nem, parancsnok. Őket nem hoztam vissza. Hol vannak? Épek. Miért jött hát? Kiegészítő anyagokért. Mi értelme a sok ostobaságnak? Zárl, én magam, minden vegai. A tökéletesség részei vagyunk. Közös láncot alkotunk. Nem árthat nekünk.
Shakespeare. Julius Cézár. Gyilkosság. Barátok, római hazafiak, figyeljetek ide. Remek memória. Megnéztem a lapokat. Megölték Julius Cézárt, miért? Politika volt. Az alfán nincs politika? Nem, itt nincs. Akkor nem kell Julius Cézár. Mit akarnak? Érdekes. Mi az? Otello. Tehát a féltékenység miatt is ölhet az ember? Valószínű. És a szerelem ennyire erős? Igen, Zamara. Helena és Tony mikor fognak Csak ennyit akartam megtudni. Mit akart megtudni? Hogy a féltékenység erőszakot szülhet. És a szerelmesek érzelmei gyilkossághoz vezethetnek. Zamara, várjon még! Félreért. Ahogy Helenát és Tonyt is. Hogy érti? Shakespeare szerint a féltékenység szörnyű szenvedély. De csak szeretők közt, és Tony nem szereti Helenát. Ki szereti? Őt én. És a férfi? Tony Verdecsi. Ő Maját szereti. Szóval, már is hiányzik. Nem akarják látni őket? Dehogy nem. Akkor akarják. Vágyjanak rá. Kívánják. Koncentráljanak. Helena, Helena, jól vagy? Persze, de hogy kerültél ide? Ezt majd később beszéljük meg. Olvastad az Otellót, nem? Általad mindenki. Ezúttal nem menekülnek. Ezek androidok. Ki akarnak majd használni? Mint Otellót. Le tudjuk győzni őket, ha eljutunk a központi géphez, a kupolába, a folyosó túloldalára. Egy erőtér védelmez. Igen. Kezdődjék hát az ünneplés. Mi? Mindjárt szeretkezel a Helena nevű nővel. Ezzel feldühíted a szeretőjét, és célt érünk. Féltékenységet gerjesztve. Igen. Ő mindent tudott, a ravasz Iago, aki a szerelmet őrjítő féltékenységgé változtatta. És ölt vele. Ahogy a nőre néz, sokkal erősebb érzelem ez a féltékenységnél, és nekünk nem juthat ebből.
Az érzelem csupán gyöngeség. Kihasználhatjuk. De sose legyünk a rabjai. Kezdődik a játék. Hűvös akár egy jégszobor. Gyönyörű fagy árad belőle. Én majd felolvasztom. Szerelmeskedj vele! Nem tudom, meddig tudom elviselni. Legyen türelmes, míg Maja semlegesíti a komputert. Thank you.
megzavarjuk az energiaforrást, az egész bolygó felrobban. Most láthattad! Most megmutatta! Zárn! Végezz vele! Valahogy meg kell végeznünk. Mind össze vannak kötve, mint a láncemek. Ha valahogy meg tudnánk törni... Mint a régi karácsonyfa égők, ha akár egy is kialudt. A többi is. Üld meg! Üld meg! Ne, Zarl! Te már nem vagy olyan, mint a többiek. Öld meg! Öld meg! Akár emberré is válhatnál. Nem látod, mit akar elérni? Öld meg! Zárl! A gyengétség is szenvedély fog el. A szerelem... Öld meg! Tedd öld meg! Azt a hátralévő lépést! Ne maradj gép! Légy emberré! Öld meg! Kérlek! Kérlek! Szádám, Sinkovics Vitai András, Németh Kriszta, Málnai Zsuzsa, Dolmány Attila. Magyar szöveg Szojka László. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Pesti Zsuzsanna. Szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Júli.